Volt bizony élet azon a cirka egy hektáros területen, ahol zajlott az UFC-s harmadik családina. Volt láptenisz, műhüves foci, tagball, és ki lehetett próbálni a hagyományos foci mellett az idehaza új sportágnak számító futbiliárdot, éppen az itt Szekszárdon az országban elsők között elkészült kis pályán. Nekünk nem arról kell beszélni per pillanat, hogy lesz-e másodosztályú csapat Szekszárdon, hanem azt gondolom, annak kell Szekszárdon működni, legyen egy nagyon jó NB3-as csapat rengeteg hazai nevelésű játékossal, és legyen egy nagyon-nagyon jó utánpótlás bázisunk, hogy ne forduljon meg a bonyhádi gyerek fejében, hogy ő Pécsre vagy Szekszárdra akar menni, sőt, még azt mondom, hogy a Pakshoz közeli településeken is ne a Paksot válasszák, hanem a Szekszárd UFC-t válasszák. Igaz, hogy a jelenlegi felnőtt csapat éppen, hogy bent tudott maradni az NB3 középcsoportjában, ami nem éppen fényes eredmény, és ezen mindenképpen javítani kell, ismerte el az elnök. De az irány szerinte jó, az UFC 80%-át saját nevelésű játékosok vagy innét indulók alkotják, ami a mai magyar futballvalóságban bizony érték, mi több UFC-s identitás, amit mindenképpen szeretnének megtartani. Az U8-tól egészen az U19-ig férfi és női futzált is beleszámítva több mint fél ezren sportolnak az UFC-ben, amivel mennyiségi értelemben megyei listavezető a szekszárdi klub.